Szia Vivi, örülök, hogy újra itt vagy a vonalban, és téged láthatunk ismét Rómából. Szervusz Judit, és üdvözlöm a Katolikus Televízió nézőit, és innen az EVTN Vatikáni irodának a teraszáról. Amint valószínűleg hallhatják, még egy kicsit behallatszódik az audienciának a hangja, az emberek morajlása és a rezes bandának a zenéje itt a háttérből. És hát gyönyörű, szép napsütéses idő van most Rómában. Mindig mondod, hogy hasonló az időjárás, mint Budapesten, de azért ez a mai napra azt hiszem nem mondható el. Mi történt most az audiencián? Tudsz nekünk mondani valamit a Szentatya beszédéből? Így van, mai napon ugye szokásos módon 9 óra 10 perctől a Szentatya megtartotta az általános kihallgatást, az audienciát a Szent Péter téren. A Szentatya Lukács evangéliumából idézett az általános kihallgatás során. 2 gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodnak ruháim. A Szent Atya kérte, hogy Szent Józsefin Bakita szudáni szent tanúság tételéből ismerítsünk ihletet, és kérte, imádkozunk Szudánért, ahol szörnyű fegyveres konfliktus zajlik most. Ferenc pápa az együttérzésről is beszélt ma az audiencia során. Idézve őt, szenvedni valóban azt jelenti, hogy együtt szenvedünk a világban jelenlévő embertelenség sok áldozatával, és sajnáljuk azokat, akik hibákat és igazságtalanságokat követnek el. Nem igazolni szeretnénk, hanem emberivé tenni a megbocsátás által, nyitottá tenni arra, hogy mindig adjunk egy újabb esélyt a remény útjainak kinyitásával és a változás lehetőségének megteremtésével. A teljes mai audienciát a mai nap folyamán majd megtekinthetik a kedves nézők is a televízió képernyőjén keresztül, illetve a közösségi média felületünkön. Így van, hiszen 3:30-kor fogjuk leadni majd a Szentatya a teljes beszédét. Úgyhogy köszönjük addig is a munkádat ehhez kapcsolódóan. És hát napok óta zajlik a szinódus most már Rómában. Nagyon nem beszélnek még a médiának. Milyen tapasztalataitok vannak egyébként? Ezért egy hét alatt most már gondolom a szerkesztőség munkája valamennyire beálltott nálatok. Milyen a hangulat? Így van, folyamatosan tartanak a gyűlések szinte minden nap, ezt látjuk a Vatikánnak a kalendáriumában, naptárában tulajdonképpen, viszont ugye idén a Szentatya azt kérte, hogy a média ne legyen jelen, mert egy testvérias, lelki, közösségi, egyházi szinódus szeretne most létrehozni itt októberben, ezért is kevés információnk van erről. De a hittani digasztérium prefektusa azt mondta, azt nyilatkozta az Acsi Renzának, hogy nem sok újdonság fog kiderülni az idei szinódusból. Viktor Manuel Fernández Íboros, a Vatikán új hittani digasztériumának prefektusa azt húsolta, hogy azok, akik nagy változásokat várnak az idei püspöki szinódustól, azok csalódni fognak. Az Acsi Prenzának nyilatkozva itt fogalmazott, hogy utána majd meglátjuk, mi fog kiderülni, és jövőre is majd meglátjuk, mi történik, de ettől a zsinattól, az idei évtől nem várhatunk túl sokat. Az argentin bíboros azt jósolta, hogy az egyház polarizált szárnyának mindkét oldalán állók nem fogják megkapni azt, amit akarnak, vagy amitől félnek. Ezt izgalmas dolgok ezek, igen. Ez elkészítenie, illetve öt bíboros kérdéssorozatot küldött Ferenc pápához, hogy kifejezzék agályaikat és tisztázást kérjenek. A bíborosok 5 kérdést nyújtottak be, amelyeket dubiának neveznek, és tisztázást kértek: a doktrinális fejlődés, az azonos nemű párok megáldása, a szinódus, a szinodalitásról szóló hatásköre, nők papságának kérdése és a szentségi feloldozás témáiban. A dubiák olyan formális kérdések, amelyeket a pápa és a hittani dikasztérium elé terjesztenek, és amelynek célja, hogy teológiai érvelés nélkül igen vagy nem választ kapjanak rá. A dubia egy latin szó, azt jelenti, hogy kétely és kérdés. Olyan hivatalos kérdések vagy kételyek, amelyeket egyházi
vezetők vagy más hívők intéznek a katolikus egyház hierarchiájához, különösen a pápához vagy a szentszékhez. Ezek a kérdések általában a katolikus hit vagy morális tanítások értelmezésére vagy alkalmazására vonatkoznak. A Biblia arra is tisztázzák az egyház hivatalos tanításait és elveit olyan esetekben, amikor kétségek vagy viták merülnek fel azokkal kapcsolatosan. Úgyhogy a szinódusról most jelenleg ennyi információnk van, néhány felvetés, néhány gondolat, de ugye a médiát nem engedik be ezekre a gyűlésekre. Viszont van több program is, a szinóduson kívül is a Szent Atya folyamatosan úgymond be van táblázva, és újabb terveket sző a jövőre vonatkozóan. Ugyanis a Szent Atya bejelentette, hogy november 6-án találkozót tart majd a Vatikánban gyerekekkel, a 6. Pál teremben a kulturális és oktatási dikasztérium által támogatott esemény témája a tanuljunk a fiúktól és a lányoktól lesz. Ezen kívül a héten gyűlést tartanak majd pénteken az Instrumentum Laborisról, szombat reggel közös imádság lesz majd a 6. Pál teremben, majd Peru elnöke is látogatást tesz majd a Szent Atyánál. Vasárnap Angelusszal zárjuk majd a hetet, de este, vasárnap este még egy rózsafüzér imádság is lesz a békéért, este 9 órától a Santa Maria Maggiore Bazilika előtti térről, amelyet Angelo de Donatis bíboros fog majd vezetni. Úgyhogy nagyjából a hétre vonatkozóan most itt szerdán ezeket lehet látni. Vivi, köszönöm szépen!